ketten fekete pólót viseltek, kifejezve gondolom a véleményeteket az egészségügyel kapcsolatosan. Mesélnétek erről? Hát egyrészt a véleményünket fejezzük ki az egészségügyel kapcsolatban, másrészt meg a Magyarország a Magyar Egészségügyi Civil Társaság pólóját hordjuk, mert úgy gondoljuk, hogy most már nagyon-nagyon itt az idő, a 24. órának a legvégén vagyunk arra, hogy valamit tenni kell az egészségügyben, hogy gyökeres és jó változások történjenek. Ezért a fekete póló, és Sándor Mária és társaihoz hasonlóan mi is ezen dolgozunk, hogy a civileket megszólítsuk. Ezért is örültem ennek az interjúnak most ennyire, mert talán elér olyan emberekhez is, akikkel személyesen az ember nem találkozik napi szinten, és hát nem mindig van túl jó véleményük, meg képük az egészségügyről, mert azzal szembesülnek a kórházban, hogy esetleg sokat kell várni, hosszú a várólista, nem mindig mosolyog a nővér, és hogy azért ezeknek mind-mind oka van. És ők ezért azt teszik ezért felelőssé, akivel első körbe találkoznak, tehát az ottani személyzettel. És én azt gondolom, hogy aki ma most a pályán van, és dolgozik bármelyik egészségügyi intézményben, az azért van még itt, mert szívvel lélekkel szereti azt, amit csinál. Tehát nem azért van, hogy gorombáskodhasson, hogy rossz kedvű legyen, hanem próbálja még tenni azt, amit lehet. De hát olyan hiány van minden egészségügyi intézményben, hogy egy embernek most már 3-4 ember munkáját kell végezni. És csak úgy működik a rendszer, hogy túlórát vállalunk, másod-harmadállásba járunk, a legtöbb kolléga ezt csinálja azért, hogy meg tudjon élni. Bérharcnak hívják ezt a mi harcunkat, pedig nem az. Az is. Mert hogy tulajdonképpen az kell, hogy ez a szakma újra fellendülhessen, hogy meg olyan fizetést adjanak, olyan bért adjanak, amiből meg lehet élni anélkül, hogy 200-230 ennél jóval több órákat kelljen dolgoznunk. Tehát azért meg kell érteni a civileknek azt is, hogy amikor én eljövök otthonról, akár a sokadik órámban, vagy bármelyik kolléganőmet mondhatnám, tehát ez nem rám vonatkozik, bármelyikünkre vonatkozhatnak, eljövök otthonról, adott esetben a lázas gyerekemet hagyom otthon, hogy esetleg őt vagy a hozzátartozóját ellássam. És bizony, amikor úgy szólnak oda, hogy már mennyit kell várni, mert mi ott ülünk itt, most éppen miért ült le a nővér, lehet, hogy a nővér azért ült le, mert várni kell a laborra, és addig ő sem tud lépni, amíg az orvos nem ad még egy utasítást, nem tud. Vagy azért kell mondjuk várni arra a fájdalomcsillapítóra, mert egy sokkal fontosabb, egy sokkal súlyosabb beteget látunk el, ami adott esetben 2-3 nővért vagy embert is lefoglal. Mert nincs több nővér, nincs több, aki tudja lehetne állítani. Tehát ezért a fekete póló, hogy ezeken a dolgokat változtatni lehessen. És nem csak ember hiányzik az egészségügyből, eszköz, műszer, és ezekhez mind-mind pénz kell. Úgy a bérrendezéshez, mint ahogy a kórházak működéséhez is. A kolléganő több problémát is említett, mint amilyen a kevés fizetés, illetve a túlórák. Esetleg ezen felül tudnál olyan problémákat mondani, ami Magyarország szerte a kórházakat érinti? Hát... Például az elvándorlás. Nagyon sok nővér, orvos elhagyja Magyarországot, mert külföldön többet fizetnek neki, és hát talán ezért is alakult ki ez az állapot, amit említett a kolléganőm. Még az előző kérdésre visszatérve, a fekete pólóra visszatérve, én is fekete pólóba vagyok. Értékelem azokat az embereket, például a Sándor Máriát, a Hosszú Katinkát, akik neki mennek menni egy olyan rendszernek, ami nem működik, és rá mernek mutatni ezekre a dolgokra. Országszerte nagyon kevés szerintem az a olyan ember, aki kimeri mondani az igazat, aki rámutat ezekre a dolgokra. Éppen ezért például Rácz Jenő is, talán ő az egyedüli kórházigazgató, akit hallottam a médiában ezekről a dolgokról nyilatkozni. Mit gondoltok, hogyan lehetne ezt a helyzetet normalizálni így az egészségügy területén, tényleg bérkompenzációval, vagy esetleg eszközök vásárlásával, nem tudom, hogy mi lenne a helyes út erre vonatkozóan?
Hát ez is egy összetett dolog, tehát mindenképp pénzt kell beinvesztelni az egészségügybe, ez most már nem kétséges. Egyrészt igen, eszközökre, műszerekre, de hiába van eszköz, műszer, ha nincs, aki használja, aki működtesse, aki odálljon ezek mellé a gépek, eszközök, műszerek mellé. És ez csak úgy lehet, azt gondolom, és nem csak én, hanem hát országszerte azért rengeteg kolléganővel, kollégával, egészségügyben dolgozóval beszélgetünk ilyen-olyan szinten ezekről a dolgokról, hogy tényleg egy életpályamodellt adni. Én emlékszem, 88-ban kezdtem el dolgozni, 85-ben kezdtem el a szakmunkás képzőbe, és még felvételiznem kellett. Felvételiznem kellett azért, hogy ápolónő lehessek. A mai, mostani oktatási rendszerben, hát tudjuk, hogy sorba szűntek meg az egészségügyi, úgymond egészségügyi szakmunkás és szakképző iskolák, helyettük talán ilyen humán nevezítő osztályok vannak, ahol inkább szociális ápoló gondozókat képeznek, néha egy-egy ápolónőket képző osztály is talán elindul, de azokat úgy fogják össze gyakorlatilag lepkehálóval. Miért? Hát mert tudja azt, hogy akkor nincs ünnepnap, nincs vasárnap, és semmivel sem kap több megbecsülést, bért, mint mondjuk egy szalag mellett a gyárban. Mert a szalag mellett a gyárban dolgozóknak is nagyon fontos a munkájuk, hiszen fontos akármilyen alkatrész mondjuk egy autóba ahhoz, hogy én biztonságosan közlekedhessek. De egész más, ha ott elront valamit, és mondjuk azt a kukába dobják, esetleg a fizetéséből vonnak emiatt, mintha mondjuk kórházban egy ember élet múlik azon, hogy én most oda tudok-e figyelni, jól csinálom-e, jól tudom-e a dolgomat. Tehát ezt sokan nem vállalják föl ennyi pénzért, azért, hogy aztán meg még a szeretteikkel ne is nagyon lehessenek, akár ünnepnap, akár ilyenkor. Tehát mindenképp pénz kell ebbe, hogy a fiatalok úgy érezzék, hogy igen, ez egy olyan szakma, amiben van hivatás, van szeretet, azt csinálhatom, amit szeretek csinálni, mert csak olyannak érdemes erre a pályára menni, mert még ha bármennyire megfizetik sem, lehet ezt szív és lélek nélkül csinálni. És akkor lehetnek eszközöket, bármi olyan gépparkot, ahogyha már lesz személyzet, aki ezt működteti. Csak sajnos azt gondolom, hogy ezzel most meg már lassan megcsúszunk, mert még van az én korosztályom, és nálamnál fiatalabb már szinte nincs nő. Nővér. Hát vannak ilyen olyan próbálkozások a nővérképzésre, ugye a munkanélküliek oké, és ilyen olyan beiskolázással, több-kevesebb sikerrel. Ők közülük is, aki tényleg szívvel éleket csinálja, jó nővér lesz. Jó nővér lehet, mert szerintem még megvan az a nővér garnitúra, aki kitanítja, aki segíti tapasztalataival, tudásával őket. Tehát azt gondolom, hogy most még sikerülne elindítani ezeket az osztályokat, mire kikerülnének, még lennének azok a nővérek, akik a tapasztalatukat, tudásukat átadva tudnának segíteni, hogy azon az úton aztán haladva jó nővér és ápoló lehessen. De ugyanezt mondhatom az orvosokra is, mert ha itt maradnak, akkor nem külföldön fogja kamatoztatni mondjuk a tudását, hanem az itteni embereknek. Csak a civilek nem érzik, mert hogy... Azt látják, hogy bejönnek a kórházba, és el vannak látva. Bizonyos időn belül most morog, nem morog, de el van látva. Mert hogy egy túlélő üzemmódban működünk. Tehát tudom azt, hogy három emberben kevesebben vagyunk, akkor három ember munkáját csinálja meg az, aki éppen ott van. Mert megcsinálja, hogy senki ne legyen ellátatlan. De sokáig nem tartható fönn. Legalábbis hibák nélkül egész biztosan nem. Tehát azt gondolom, hogy mindenképp pénz kell az egészségügybe. És a Magyarország, a Magyar Egészségügyért Civil Mozgalom ezért indult el, ezért, hogy tudatosítsa a civilekbe azt, hogy ez most már csak velük sikerülhet. Kevesen vagyunk, mert sokan nem mernek fölállni, vagy csak morognak a bajszuk alatt, az úgynevezett fotelforradalmárok, mert bizony a fejünkre koppintanak, vagy nem szabad a betegeket ijesztegetni, nem szabad őket kétségek között hagyni, mert mindenki el lesz látva, amíg lesz, aki ellássa. Csak lassan elfogynak az ellátók. És akkor lesz az igazán katasztrófa helyzet, mikor több lesz az ellátandó, mint az ellátó. És nagyon elfelé tendálunk. Azt is problémának látom, hogy különböző a kórházaknak a bérezése, persze egy jobban működő kórházba jobban fizetnek, és nem csak a külföldre irányuló elvándorlás indult be, hanem akár itt Magyarországon is, ahol többet fizetnek, oda elmennek. Ez nem jó így.
Tehát vannak az országon belül olyan gócpontok, ahol gondolom az ápolók, illetve az orvosok elvándorolnak, csak azért, hogy esetleg egy kicsivel több fizetést kaphassanak, mint mondjuk az adott helyen, ahol addig éltek. Igen, és nem csak a fizetés, hanem vannak kedvenc helyek, ahol több orvos, több nővér dolgozik, de vannak olyan kórházak, ahonnan pedig az elvándorlás indul be. Eddig azért általánosan fogalmaztatok így a kórházakkal kapcsolatosan. Esetleg az Ajkai Kórházról mondanátok néhány szót, hogy mi a helyzet itt az egészségügyben? Nem, erről nem tisztünk beszélni, legalábbis nem nekünk feladatunk erről beszélni. Azt gondolom, hogy ezt a megfelelő emberektől meg lehet kérdezni. Nem mi vagyunk erre hivatottak, hogy ezt megítéljük. Aki benne dolgozik, látja a hibákat, azokat a dolgokat is, amik pozitívok. Én azt gondolom, hogy inkább a beszélgetve kollégákkal, kolléganőkkel országszerte inkább az általános problémákról szeretnénk beszélni.